Tisztelt miniszter úr, illetve tisztelt Konzsófia miniszterhelyettes asszony, ugye több azonnali kérdést próbáltam intézni önhöz, illetve önökhöz, és nem igazán kaptam megnyugtató válaszokat a napelemes kérdéskör kapcsán. Nagy örömmel hallottam, amikor a miniszter úr a meghallgatás első felében azt mondta, hogy mindenki, aki idén szeptember 7-ig benyújtotta a kérelmét, 2020. január 1-ig kap határidőt, hogy felszerelje, kialakítsa a háztartási napelemes rendszert. Ez meg azért fontos kérdés, tisztelt bizottság és tisztelt jelenlévők, mert ez szerintem 100 000-es nagyságrendű kérelmezőt érinthet, és ez rögtön két részre kellene bontani a kérelmek körét. Az egyik nagyobb halmaz, akik a tavaly október elén kirobbant pánikban, október 31-ig benyújtották a kérelmeiket. A másik valószínűleg jóval szűkebb kör a 2022. november 1-e és 2023. szeptember 7-e között benyújtott kérelmek köre. Az itt a probléma, hogy a már feldolgozott kérelmeknél, tehát ahol megvan az MGT, megvan az engedély tulajdonképpen, és a folyamatban lévő kérelmek esetében is, ezeknek az érvényesség ideje szolgáltatási területenként változó mértékben 6 hónap, legjobb esetben 12 hónap. Olyan számos esetben, ahol ennek az érvényesség időnek a számítása már megkezdődött, jelentős része letelt, jóval 2021. január 1-e előtt le fog járni, többségében kb. Egy év múlva lejárnak ezek az engedélyek, és ez köszönő viszonyban sincs a 2021. január 1-i határidővel magyarul. Én azt javaslom önöknek nagy tisztelettel, miniszter úrnak és munkatársainak is, hogy gondolkozzanak el minél hamarabb egy rendeletalkotáson, amelyben tisztázzák néhány nagyon egyszerű mondattal, hogy valamennyi 2023. szeptember 7-ig benyújtott háztartási napelemes rendszerre vonatkozó kérelem alapján kibocsátott engedély érvényesség ideje egységesen 2026. január 1-e, különben csak egy propaganda szöveg marad az, hogy mindenkinek 2026. január 1-ig van ideje ezt elvégezni. És tudjuk azt, hogy nulla vagy, most a régi besorolásokat mondom még, a nulla vagy közel nulla energia igényű lakóépületet gyakorlatilag napelemes technológia nélkül nem lehet megvalósítani. Tehát már csak ennek a célkitűzésnek a teljesítés érdekében is fontos lenne, meg az önök szavahihetősége, a szavuk hitelessége megtartása érdekében, hogy egységesen legyen egy 2026. január 1-i határidő az előbb részletesen említett körnek. Aztán van egy másik nagy probléma, amit megint nem hallottam itt a mai ülésen, és ez gyakorlatilag az összes 2023-ban épült társasházi lakásra vonatkozik. A szolgáltatók sportot üznek abból, tisztelet a ritka kivételnek, hogy a betáplálási stopra hivatkozva dobják vissza a napelemes kérelmeket, vagy arra hivatkozással, amikor még a társasházi lakás kivitelezése nem tartott, hogy villanyóra van felszerelve, nem fogadják be a kérelmet, hiszen még villanyóra sincs. Aztán, amikor az ingatlanfejlesztő cég eladja a természetes személyeknek, akkor meg azt mondják, hogy menet közben megváltozott a kérelmező jogosult személye, már 2023. szeptember 7-e után beadottnak minősül a kérelem, akkor meg erre hivatkozásra dobják vissza. Tehát van kalapja, nincs kalapja, ugyanaz a vége, hogy itt általában a magyar ember megint nem járhat jól. Tehát nagyon sok jel mutat arra, tisztelt miniszter úr, hogy egy valószínűleg nagyon erős érdekérvényesítő képessége rendelkező körnek az az érdeke, hogy minél kevesebb éves szaldóra jogosult honfitársunk élvezhesse ennek az előnyeit, hiszen mindaz, amiről most beszéltem, az azért fontos a 2026. január 1-i határidő is, majdnem a lényeget felejtettem ki, hogy mindazok, akik idáig rácsatlakoznak a hálózatra, azok 10 évig élvezik az éves szaldó elszámolás kétségtelenül nagyon komoly előnyeit, de azt is rögzítsük itt, hogy bruttó elszámolás keretében nagyon valószínűleg nem fogja megérni napelemes rendszereket telepíteni, legalábbis jelen tudásom szerint. Nagyon örülünk annak, ami azánk nagyon örül a napelem vagy napenergia plusz programnak, és természetesen tudom azt is, hogy ellenzékben mindig könnyebb mondani, hogy még többet, még jobbat kellene előállítani, csak az a helyzet, hogy a 4 kW-os napelem rendszerek azok körülbelül az átlagos háztartásnak a modern hőszivattyús rendszerek nélküli normál szükségleteit fedezik. Hogyha komolyan gondoljuk azt, hogy levegő-levegő és levegővíz hőszivattyúkra akarjuk átállítani azokat a lakóépületeket, ahol a tulajdonosok anyagi lehetőségei ezt megengedik, akkor legalább 8-10 kW-os napelemrendszerek kialakítására lenne szükség.
És még egy dolgot szeretnék az önök, és főleg az ön szíves figyelmébe ajánlani, miniszter úr, főleg a támogatási politika kialakításánál. Legyen szó akár energetikai, vagy esetleg hőszivattyús jellegű felújítási programról. Én ajánlom a figyelmükbe, hogy ne csak az akkumulátoros rendszerekre koncentráljanak, és ne csak az akkumulátoros rendszer kialakításának költségei legyen elszámolható költség, hanem az épületautomatikai, kapcsolódó épületautomatikai rendszer kialakításának a költsége, hiszen a kettő együtt tudja csak hatékonyan szolgálni, és rövid időn belül megkerülőbíteni azt a lakossági beruházást, amely már a bruttó elszámolásba esik. Megjegyzem, hogy jóval olcsóbb egyébként egy ilyen korszerű épület automatika, amely sokkal több, mint egy egyszerű okosházrendszer, attól már sokkal jobb, viszont nagy segítséget jelentene, ha elszámolható költség lenne ennek is a kb. 1-1,5 millió forintos bekerülési költsége. A párti képviselő úrnak azt hiszem, erre már válaszoltam, hogy MBM számlázás, ezen dolgozunk. Érdekes felvetés, amit mond, tehát ezt is megfontoljuk, hogy először fogyasszal a kedvezmény, ennek is vannak nyilván komplikációi. Mi a fatüzelésnél továbbra is él a szociális fa program Magyarországon, azért a legszegényebb, legrászorultabbakon igenis segít. Azt megnézzük majd ezt a 2023-ban épülő társaság, tehát ezt őszintén nem tudom, de abban érdemben tudunk foglalkozni, vagy fogunk foglalkozni. A korábban beadott engedélyeknek lejár, ez teljesen egyértelmű szándék, befújtva a jogszabály módosítást, ugye ahogy én mondtam, és szeptember 8-án beadta az igényét, az független attól, hogy az MGTR az meddig él, azt meg fogjuk hosszabbítani. 2025. december 31-ig következetes lesz a jogszabály. Valóban azt mondtuk, hogy nem csinálhatjuk azt, hogy egyszer mondjuk valamit az embereknek, és utána így meg úgy kiskapukat keresünk, nem. Ez 10 évig mindenki adta éves szaladot. Azzal nem értek viszont egyet, amit képviselő mondott, hogy a bruttó elszámolásban nem érné meg. Azért nem értek egyet, mert valójában ugye igazából az ilyen nagyméretű napelem és hozzátenni adott esetben akkumulátor, az együtt akkor éri meg, ha nem a 36 forintos áramárhoz, hanem a 70 árhoz viszonyít, mert ott már ugye az. Tehát, hogy szerintem ezt újra kell gondolni, de azon dolgoznánk, hogy a jövőben a dinamikus árazás azok a fogyasztók, akik adott esetben ma, ugye összesen egyébként a podoknak a 22%-a az, aki a rezsivédelmet, tehát nagyon jól sikerült, azt kell mondjam, kialakítani a rezsivédelmet, a gáznak 10%-a, az áramnál meg 22%-a az a pod mennyiség, aki ugye a rezsivédelmet fogyaszt.